A jó vízminőségnek köszönhetően ismét összemérhették erejüket Tolnán a kajakkenu sporták szerelmesei. Az időjárás is kedvezett a versenyzők számára, mert napsütésben és szélcsendben lapátolhattak a győzelemért. Hír Dávid elmesélte, nagyon élvezte a versenyeket, és összességében elégedett az elért eredményekkel. Kettőször indultam, egy MK1 és egy MK-páros. MK-párosban negyedik helyezést értünk el, de MK1-esben érmet nem tudtam szerezni, de azt a vége felé, nem tudom, hogy hol voltam. Ugye mind a kettőben 2000 méter volt, és hát amúgy második az nem volt olyan rossz, csak lehetett jobb is, hogyha jobban megnyomjuk, de nem tudtuk annyira már, ugye a vége felé se, inkább a végén, de az eleje, az első, az se volt olyan rossz, mivel le is szorítottak, meg hát igen, bementem a hullámok közé, de ez a páros, ez most sokkal jobb volt, mint az előző. Csaba András, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia menedzsere elmesélte. A legkisebb gyerekek ügyességi, előkészítő pályán mérhették össze tudásukat, az életkor előre haladtával pedig a pályahosszát növelték a szervezők 500, 2000 vagy 5000 méterre. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Tolnai Kajakkenu Egyesület rendezésében itt a Kammerer Zoltán Regionális Akadémián vagyunk lényegében, ennek szervezésében a tolnai évadnyitó maratonon. Ez az akadémiát tekintve, illetve ezt a régiót, ez a lényegében Dél-Dunántúlt lefedő régiót, ennek a második regionális verseny, az elsőt ugye Kaposváron töltöttük, most itt ez a második Tolnán, ami egy jó előszobája a jövő hétvégi maratonországos bajnokságnak, amire az összes tagszervezet készül. Hát itt most több mint 10 egyesület vesz részt ezen az eseményen, és nagy örömünkre külföldről is megint van itt egyesület, Bezdán rendszeresen részese a magyar versenyeknek, és hát a magyar klubok is járnak ki Bezdánba versenyezni, fenntartva a jó kapcsolatot. És másik akadémiáról, konkrétan a Kovács Katona Nemzeti Kajakkenu Akadémia is részt vesz az eseményen. Sok-sok gyerek, nagyon jó idő, napsütés, úgyhogy egy igazi májusi vasárnapot töltünk itt együtt. Én most itt egy kettős szerepkörben, részben a Kajakkenu Szövetséget képviselem, részben a saját egyesületemet, a Pécsi Kajakkenu Klubot. Hát mi is összesen több mint 20 fővel érkeztünk, 2000 és 5000 méteren versenyeznek a gyerekek. Továbbá a legkisebbek részére úgynevezett ügyességi előkészítő futam van, ahol nem a versengés a lényeg, hanem a gyerekeknek a teljesítés, játékos ügyességi feladatokat teljesítenek, és minden induló gyerek, aki teljesítette, egy kis jutalommal részesül, kapnak mindenki egységesen egy aranyérmet, illetőleg egy csokoládét. Nekik még ez tényleg arra, hogy megszeressék a sportágat és jól érezzék magukat. Szerencsére nálunk is van aranyére, mezüst, bronz és további helyezettek. Most egyelőre a teljesség igénye nélkül Csizmár Krisztiánt emelném ki tőlünk, aki most már a második aranyérménél tart. Most két futamból kettőt nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Remélem most még kihagyok valakit, és más is ilyen hasonlóan sikeres volt. A versenyzők számára ez a megmérettetés tökéletes felkészülés volt a jövő heti országos maratonbajnokságra.